Újabb levél került fel a gyermekosztály adományfájára. Az Aranyág Alapítvány 2,5 millió forintot ajánlott fel egy videó EEG készülék beszerzésére. Az alapítvány az elmúlt 20 évben közel 20 millió forint értékben támogatta az osztályt. Az Aranyág Alapítvány első számú célja azon osztályok, kórházak műszerrel, géppel való segítése, ahol a legtöbb beteg gyerek megfordul, hogy így a legtöbbnek tudjunk segíteni. Benne van az összes elektroda, és egy mozdulattal felhelyezhető a gyermek fejére. A korszerű berendezés elsősorban a csecsemő és kisgyermekkori epilepszia diagnosztizálásában segít. 2 hete használják, és nagyon jók a tapasztalatok. Mozgatható, tehát nem a beteget kell vinni az EEG helyére, hanem a készüléket tudjuk egy akut esetben is nagyon gyorsan odavinni, ahol kell. Másrészt meg ez egy videóval felszerelt kamerás rendszer, aminek a nagy előnye ugye, hogy az EEG-vel szinkron tudjuk magát a rohamgyanús jelenséget is rögzíteni. EEG vizsgálatra eddig is volt lehetőség, évente 600 alkalommal végeztek ilyet a kórház gyermekosztályán. Ez a videóval felszerelt modern műszer azonban korábban csak Budapesten volt elérhető. Ez egy komoly előrelépés, mert olyan vizsgálatokat tudunk elvégezni, amit korábban Budapesten végeztek, illetve azokat a gyerekeket, akik ilyen vizsgálatra szorultak, Budapestre kellett küldeni. Ez a jövőben már helyben megoldható lesz. A beteg gyerekek gyógyítására szívesen áldoznak cégek és magánszemélyek egyaránt. Erre az osztályra érkezik a legtöbb adomány. Mikulás és karácsony közelettével látványosan gyarapodik a felajánlások száma. Sokan szeretnék pénzadománnyal, ajándékcsomaggal, művészeti produkcióval szebbé tenni a gyerekek kórházi napjait.